Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, jöjjön ez az új shotgun lövöldözős játékmód. Tudjátok, ha elmentek a Custom Games-be, akkor ott lesz egy Domination, arra rámentek, és megkapjátok ezt. Only Amiens, Only Shotgun. Ez ugye most bejött az új patch és gyakorlatilag az volt a céljuk, tehát a leírás szerint az volt a céljuk, hogy a, a világháború fanatikusainak még inkább egy közeli élményt hozzanak ezzel a játékmenettel. Hát nem vagyok világháború játék fanatikus, oké, főleg nem a első világháború játék fanatikus, de annyit tudok, hogy ez nem hozza vissza azt a világháborús feelinget. Fingom sem, hogy milyen kéne lenne világháborús feeling, hiszen nem harcoltam a világháborúba, és ha harcoltam, onnan rohadtul nem egy olyan feelingű játék, szeretnék játszani. Na de, ami, ami sikerült nekik ezzel a játékkal, az a szórakoztatás. Azt kell, hogy mondjam, hogy szórakoztatóra sikeredett ez a játék, és végre, tehát ugye az előző videónak komplénáltam, hogy um, ugye a Line of Sight ez egy jó, jó irány, jó úton, de um, nem, valamilyen nem az igazi ez a játék, főleg azért, mert minden csak nem szórakoztató, hanem inkább egy precíz mérnöki munka. Nos, ez, ez szórakoztató, ugye? És egy kicsit kitérve itt a uh, shotgunokra, azt kell mondjam, hogy, hogy uh, Végre az összes Model 10-es itt ráncigálhatja, húzogathatja a csövét, a, a shotgunnyát. Gondolnátok ti, és végre megszabadultok tőlük a Conquest és a többi játékokban, és végre nem lesz OP Soti, és a többi nem, 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 ne aggódjatok, nem szabadultak meg tőle, De itt végre az összes Model 10 mániás kiélheti magát. Hát miért? Azért azért azt kell, hogy mondjam, hogy a Model 10 még mindig OP, tehát nerf ide vagy oda, a Model 10 még mindig op azért fog Látni ebben a videóban egy a lövést, hogy what? hogy, hogy adta le, hogy én is így, mi van! E és, és tényleg a Model 10 még mindig OP. De ettől függetlenül a dice nagyon jól sikerült balanszolni hozzá a többi sótgánt is, és esélyt adni, ne csak Model 10 az emberek, de nekem tetszik a Skin, ami rajta van, és még mindig OP, úgyhogy ha shotgunról van szó, én még mindig gyakorlatilag a Model 10 mellett szavazok. Miről szól ez a játékmód? Nem töltödik újra az életed, only shotgun és domination, és 200 pontos domination, ami tök jó. Szóval a hosszabb is, van időt kill, minden, és nem töltődik az élet. Ez itt az a kulcsfontosságú dolog, ami kiegyenlítetté teszi egyben a játékot, hogy például a nagyon jó játékosok nem tudnak elhúzni, mert ugye kapnak egy sebzést innen-onnan, szóval így halni fognak. És emiatt um legalábbis azok a játékosok nem fognak tudni elhúzni, akik csak így a rásból élnek, sok FPS, gyors reflex, tudjátok, na, azok, azok, nagyon nem fognak tudni elhúzni. Így is, így is bekapnak az emberek egy-két lövést, és, és, gyakorlatilag meghalnak. És emiatt egyensúlyban van az egész játék, senki nem anyázik a másikra, azt képzeljétek el, tehát így uh, egész balanszban van, és uh, azok a játékosok tudnak egy kicsit jobban elhúzni, akiknek megvan a türelmük, hogy kivárják azt a szituációt, ahol uh, például itt ez a jelenet, például egy-két embert le tudjanak lőni, mert ott megbújnak a e, fal Számomra, aki egy ilyen rásser, ez úristen, tehát ez a, ez a földet kaparom e, című kategória, hogy guztustalan, kemper, súnyi, megbúvó, mindenfélének nevezem őket, de az igazság az, tudjátok, hogy, hogy ez, hogy ebből áll, tehát ebből állhat, na, és hál' Istennek, hogy nem áll ebből, mert az emberek többnyire mozgékonyak, rászólnak, foglalnak, és gondoljatok, hogy ha egy TDM lenne, akkor tök másképp lenne az egész nem egy domination lenne, mert akkor az emberek... Öm nem, a, tehát a céljuk azon, hogy minél többet jöjjenek, nem az, hogy minél többet foglaljanak, és ezáltal megnyerjék a játékot, és tök másképp um, alakulna a játék. Már ugye akkor arról szólna, hogy az ember megbújik, kivárja a rássereket, megnézni, és jobban taktikáznának, nem arra figyelnének, hogy foglaljanak. És még így is, még így is látta olyan kis kempereket, ott békörnyékén fönt az emeleten a házon, ott megbújva, és akkor így úra arra várva, hogy elmenjen, egyszerűen egy egész süncsoport jelent ott meg, és elkezdtek, elkezdtek ugyan, Csinálni, mint az az egy, úgyhogy a hülyeség ragadós uh, című történet, úgyhogy örülök, hogy nem TDM, nagyon jó, hogy ugye egy domination köré uh, fűzték ezt az egészet, de egyben ez az a domination, ami inkább megadja neki a szórakoztató jellegét, nem pedig a világháború uh, jellegét. Talán a világháború jellege uh, a, az operations lenne, hogyha ezt a játékmódot operésbe, operations-be játszanánk, nem csak shotgunokkal természetesen, hanem inkább egylövetőekkel, operations, és, és például, hogy ugye a Verdunban is van, és sipszóra indulna meg egy csapat, egy bizonyos ár, árokig, be kéne foglalnia azt az árkot, tartania a kénes, akkor így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag, hogy az operations zajlik, csak tankok nélkül, gépfegyverek nélkül, minden nélkül, és ugye, és ugye sz, ö, sniper szkópok nélkül, ha bár azok még lehetnének csak Battlefield 1-ben nagyon könnyű lőni sniperrel, sniperrel, amin van rajta ö, ugye távcső, úgyhogy azok nélkül, tehát ki lehetne találni, és, és nem, nem feltétlenül egy ilyen Amiens kategóriában. Jó, tuti előfordult, hogy az emberek, illetve a katonák sodgálnak mentek a -e, városba, tisztogatták az utcákat, épületeket, stb. az ellenségtől, de itt, itt csak lejön egy ilyen funny játékmódra. Viszont hova halad a Battlefield, ugye? És egy kicsit engedjétek meg, hogy összehasonlítsam a nagy konkurenssel, tehát a Call of Duty skineket hoz be, ami nem rossz bizonyos szempontból, hogy ez skineket hoz be, és játssza a multi multiplayerrel, tök jó, és a battlefield tehát ott a DICE-nál valamit akarnak, akarnak valamit adni, hogy a pénzedé, legalábbis én ezt látom, a pénzről szól itt is a dolog, nem arról van szó, de nem hagyják el a játékot, hanem tényleg próbálnak adni valamit uh, annak a játékos közösségnek, igyekeznek, tényleg akarják azt, hogy a, az emberek játszanak az ő játékokkal, és persze, persze oka van. ha játszol a játékkal, a jövőre megveszed, és rengeteg ember kezdett most, Battlefield-ezni. És, 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 ezzel, hogy ezt csinálják, tényleg úgy gondolom, hogy valami, valamit akarnak adni a játéknak. Hova halad? Ugye próbálkoztak a Line of sight a kis ködös TDM pályával, ami szerintem egy jó koncepció volt, csak kellett volna legyen egy objektív, tehát én például nagyon jól el tudtam volna képzelni rásban azt a játékmódot, hogy őszinte legyek, abban nagyon jól lett volna, nem egy TDM-ben. A Line of Sight az már ugye tényleg egy lépés volt a jó úton, hogy azt kapjuk, ami, amire szerettük, és úgy gondolom, hogy ez, ezzel játékmóddal már úgy nyélbe ütöttek valamit. Tehát nyélbe ütötték a szórakoz, ö, szórakozást, és, és ezt egy balansz, ö, egy nagyon jó balanszolt játékra ö, tették ki. Tehát minden játékomat, amit játszottam, ami kipróbáltam ezt a játékot, jól éreztem magam, és jó szórakoztam, nem idegeskedtem, és tudjátok miért nem? Mert megvan a shotgunoknak az a pillanata, amikor vagy beadja, vagy nem, tudod? Hogy néha csodálkozó, hogy ö, öcsém, ezt hogy tudtam lelőni, néha meg csodálkozó, hogy ezt miért nem tudtam lelőni, és ő meg lelőtt, szóval. És megvan ez a, az anfersége a shotgunoknak, de tudod, hogy megnyugszol ebben a játékmódban, mert tudod, hogy másnak is ott lesz ez az unfair -ség. tehát más is... Ö, megkapja ugyanezt. Lesz az, amikor te nem tudod lelőni, lesz, amikor ő nem fog tudni lelőni, és így csalálkozó, what? Meg kellett volna hallom, de még, ízé, mégis én nyertem azt a csatát, és, és ez, ez lesz neki, vagy ez neki még a, az, a, az, a, része, hogy így nem idegeskedsz rajta. Szóval azt kell hogy Battlefield vagy -e egy olyan játék, ami nem idegeskedsz, hogy fair, vagy nem fair, vagy hogy kinek milyen sotia van, az igazság, mert, mert legalábbis jó modell tízzel másképp a játék, nem tudom, tehát őszintén nem is mertem kipróbálni meg a többi uh, sötit, akár egy nörföltek, még mindig ez az egyik legjobb soti, ha nem a legjobb soti. Uh, azt kell, mondjam. Nos, uh, srácok, kipróbálta ki ezt az új játékmódot, ha nem próbálta ki, szerintem Móka. Uh, eleve nagyon jó rávezet arra, hogy hogyan érdemes játszani shotgunnal. Amiens az egy nagyon jó tanuló pálya erre, és, és tényleg úgy megtanítja az emberek, hogy egy kicsit hogyan kerüljön közelebb uh, uh, az ellenfélhez, hogyan uh, lőjünk shotgunnal, nem egy rossz móka. És aki azt mondja, hogy a shotgunok azok noobox, -e, én úgy gondolom, hogy nem. Nem feltétlen, mert egy olyan játékstílus kell játszanak, amit nem lehet mondjuk egy gépfegyverrel, mert hogy nem találod az ellenfelet, közel kell kerülj az ellenfelekhez, és tényleg egy kicsit gondolkodni kell ahhoz, hogy oda kerülj úgy az ellenfélhez, hogy be is adja neked a kilt. Mit gondoltok erre a játékból? Kinek tetszik, kipróbálta ki, és mit gondoltok, hová halad a DICE? Jó úton halad ezzel a játékmóddal? Köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok!